Aktuálisnak lenni, létezünk és élünk. A kettőségek világában mindennek megvan a kiegészítő párja, mert a kettőség adja az egységet. Ha meg tudjuk fogalmazni kétségeinket, akkor jutunk el az egységbe. Minden az egyben válik valóra, amikor a kiegészítő párok egymást találnak. Ilyen kettőség, vagy dualitás, életünk és létünk. A mozgás és mozdulatlanság, a tér és idő, a sötétség és fényesség, a férfi és nő, a szellem és az anyag, és a sor folytatható. A kettősség egységének felismerése éberséget igényel, megérteni azt, hogy ami fent van, az van lent is, ami kint van, az van bent is, vagyis a transzcendenciát, ami nem más, mint a létezés és lényeg okozat és ok együtt, ami a hierarchikus rend, vagyis a szent ős elv szerinti rend. Ha a kettősséget a célrendszer felől közelítjük meg, akkor elmondható, hogy amint a mozgás célja a mozdulatlanság, az idő célja a téri alakulás, úgy életünk célja pedig a lét elérése. Ez egy körfolyamat, ciklus, amelynek kivitelezését az egy ránk bízta, az egy az embert a választás szabad akaratával ruházta fel, eszközként és boldogsága megtalálásához pedig rendelte hozzá a szakralitásokat, mint a földet, vizet, tüzet és levegőt, a természetet, a teret és időt, a szeretetet és a másik embert. A tudatos, igaz és normális ember felismeri és tudja, hogy hivatása minimálisan négyes feladatot jelent, mint szellemit és anyagit alkotni, több lett terhet viselni, rendet tenni, és visszatérni az egyhez. Ötödikként ide sorolható az életlánc feladatának betöltése. Ezt a feladatcsomagot mindenkinek magának kell elvégeznie. A feladatvégzés sorrendje nem változtatható meg, mert a köztes lépések, vagy a más sorrend nem illeszkedik a hierarchiába. A célok elérésének eszköze tehát a felébredt, önmagára talált, szeretetteljes, igaz és normális ember, mivel csak ő képes elérni a létet, az időben megtalálni a teret, az időt térré és a teret idővé alakítani, elcsendesülni, tudatosnak lenni, Elűzni a sötétséget, eloltani a fölösleges tüzet, és fenntartani az életet. Közismert, hogy kezdetben az egynél volt a teremtő szó, vagy az ős szó, logosz, mert a világ, a tér, az idő és benne az ember, mint a szakralitások része, a teremtő szóra keletkeztek. Az ige azt jelenti, hogy legyen, létezzen az, ami addig nem volt szabad akaratból és szeretetből. Legyen, létezen a térből idő, a változatlanból és örökből változó és mozgó, a sötétségből fényesség. Az idő, a mozgás és a fény megjelenése mind ugyanazt jelenti. Az ember világa az őskép megnyilatkozásának két mozzanata által valósult meg. Az egyik, amikor a teremtett embernek az egy lelket, vagyis életet adott, ezáltal alkotásába önmagát helyezte, és alkotta meg az első kettősséget és az első hierarhiát. Ebben a rendben, a kettősségek hierarhiájában lett az ember az egy hasonmása. Az ember volt az, aki az egy szellemét a teremtett világba vitte, ő volt, és ma is ő a hordozója. Azt a feladatot kaptuk, hogy társak legyünk a teremtésben, és betöltsük láncszem szerepünket a generációk között. A második mozzanat, hogy az egy az ős szót, az, hogy legyen, éberségének legmagasabb fokán mondta ki, ez pedig a szeretet, amely egyben az első ok is. Az embernek időbe helyezésekor tehát megtört az egység, és lett a kettősség, az egyből sok lett, a minőségből mennyiség, a térből idő, a létből pedig élet. Azt a feladatot kaptuk, hogy az átváltást fordított irányba visszafele tegyük meg, vagyis a sokból egyet alkossunk, a mennyiségből minőséget faragjunk, és az időből teret, az életből létet zárjuk a ciklust, vagyis újra rendet tegyünk. Az egy a teremtésben, és a teremtett emberben nyilatkozik meg, az ember pedig a rábízott feladatainak elvégzésében. Embernek lenni hivatás és feladat. A lét hierarchiája szempontjából a teremtés élvez elsőbséget, az élet szempontjából pedig a visszatérés. A Szentkönyvekben őrzött kinyilatkoztatások azokat az emberi állapotokat mutatják be, amelyek által az ember vissza tud térni az egyhez, az ős állapotba, a kiindulási pontba, az alapállásba, és újra univerzális értelmű szellemi emberré tud válni. De nem az első, az egytől elfordult emberré, hanem a második, immár megváltozott, rendbetett emberré, amelyben minket beavató mesterünk részesített. A kettőség egységére való felébredést genezisnek is mondhatjuk, ami azt jelenti, hogy igazán akkor születünk meg, amikor felébredünk, éberré válunk, vagyis szellemi emberként másodszor születünk meg. Amikor az ősember a létet elhagyta, és zuhanni kezdett a nemlétbe, életbe, akkor kezdett ráébredni, hogy mit veszített el. Ebből a zuhanásból, földre érkezésből ébredünk fel sorra mind. Érdemes a felébredést, a genezist, a zuhanásból megélnünk. A zuhanás után a lélek elveszítette a létet, ezért visszavágyódik oda. Ez a vágyódás a szenvedés. Nem a test szenved, hanem a lélek. A felébredés pillanataiban ettől az igazi vágyódástól remegünk, és szenvedünk. Szenvedésünk azt jelenti, hogy már elindultunk a felébredés útján.